A rendezvény célja a szemléletváltás és a közös felelősségvállalás a környezetünkért, hogy olyan életteret hagyjunk magunk után, amely a legkevésbé terheli meg a következő generációt. A gondolatainkban kell rendet rakni, rendet tenni. Ott kell felmérnünk azt, hogy az általunk sajnos sok-sok kiló, sok-sok tonaszámmal létrehozott hulladékot, hogyan, miképp, hova kell elhelyeznem, és már arra gondolva, hogy esetleg abból a hulladékból, csomagolóanyagból, vagy abból a műanyagból, hogy hova kell azt eltennem, hogy egy újat, egy új eszközt, egy új használati tárgyat hozzanak majd létre, amit talán majd holnap-holnap után újra megvásárolok az üzletben, és újra használni fogom. A környezet tudatosság egyik feltétele a minél kevesebb hulladék termelése és az újrahasznosítás. Eredményeket akkor lehet elérni, ha megváltoztatjuk a szokásokat és a gondolkodásmódot. Je to o takých štyroch základných pravidlách. Vybudovať tú infraštruktúru, pretože nemôžeme chcieť od ľudí, aby triedili odpad, keď nemajú kde ten vytriedený odpad dávať. Informovať tých ľudí, aby vedeli, kde a ako môžu nakladať s odpadmi. Potom ich nejakým spôsobom kontrolovať, aby ľudia, keď cítia nad sebou nejakú kontrolu, okamžite menia svoje správanie a sa snažia správať lepšie, ako je bežné. A nakoniec by sme ich mali aj nejakým spôsobom motivovať, ideálne odmeniť, a vtedy tí ľudia naozaj prekročia tie svoje možnosti a začnú oveľa lepšie nakladať s odpadmi. A Zöld Kukónia kezdeményezés keretében a Kukónia Polgári Társulás ősszel regionális szemétszedést és faültetést tervez.